Na, kezdjük akkor. Ez az új szerzeményem, egy Amicom Mira X hibrid combo műholdvevő. És most megcsináljuk a ki csomagolását. Kinyissuk, mint minden műholdvevőnél általában az Amico oda teszi a használati könyvét, íme ez is az, hogy miként rendben. Itt a készülék, kicsi, hát a kezem mellé teszem, a tenyerembe elfér. De mindemellett van két USB bemenete, a hátlapon itt van a hálózati bemenet, itt egy AV kimenet, HDMI kimenet, ez a hangnak, ez az érzékelő az infrának a távirányító jelét, hogy vegye. A normális antenna bemenete, hiszen a készüléknek van főtt felszíni sugárzást fogó, digitális jelet fogó tunerje is. Itt a megszokott antenna bemenete a műhold jelnek, ez pedig a táp bemenet. Na lássuk, hogy hol van a... Igen, itt a kártya, tehát előről innen berakod a kártyát, ami dekódolja az adott műsorokat. Rendben, letesszük ide, lássuk, mi még van. Igen, van a táp. Ez a táp. Igen. Van egy HDMI kábel, ami nagy csoda. Sok műholdvevő vel nem adnak ilyesmit, na ennek adnak. Itt a távirányítója, ami kinézetre egy megszokott, akinek van Amicója, az láthassa, kevés változás van, de nem miha szimpatikusabbnak tűnne, adnak vele ellemet is. Betesszük az ellemet, az elemeket. Úgy. Kézbe jó áll. Kíváncsi vagyok a kattanásra. Na, még ez halkabb. Ismert, hogy a régebbi modelleknél, a csatornaváltásnál a gombok élesen kattognak. Ennél nem. Nem annyira. Jó. Mindig van itt nekünk a dobozban. A dobozban még van egy infrajelt vevő érzékelő. Igen. Ez ami a távirányítónak a jelit veszi, hogy kezelni tud távolról a műholdvevőt. A következő videónál majd bemutassuk, hogy hogy is működik, és milyen a... mennyire bírja a dolgokat. Egyelőre a leírás szerint még a multistreamet is tudja. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy majd például az olasz-francia csatornákat, amik a keleti, a nyugati 5 fokon vannak, hogyan és miként bánik el velük.
Még ez is volt a csomagban, ami arra szolgál, hogy felragasztod az aljára az érzékelőnek, és majd a tévére vagy bárhová, tévé keretire, vagy bárhová, hogy venni, kezelni tudjad a műholdvevőt. Kösz a figyelmet, amint mondtam, következő videóban majd bemutassuk, hogy hogy is működik ez. Köszönöm.